Ezek a felvételek október végén készültek, akkor a Záhonyi vasútállomásnál gyakorlatoztak a tűzoltók. A feltételezés szerint vonatok ütköztek, és egy személyszállító vagon felborult, abban többen bent rekedtek. A sérültek kimentéséhez és a vészhelyzet elhárításához nagyon fontos a technikai eszközpark állapotának szinten tartása és fejlesztése, valamint az állomány képzettsége. Nagyon sokat fejlődtünk mind emberi állomány szempontjából, mind pedig a technikai eszközök vonalán. Ebbe az évbe 10 fő érkezett a modulképzésből, 10 beavatkozó állománnyal lettünk többek. Ezen kívül 6 új technikai eszközt kapott ez a megye, hiszen az elmúlt évtizedekben ez a megye mindig igyekezett a legjobb technikai eszközöket beszerezni, és most eljutottunk arra a szintre, hogy országos viszonylatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legmagasabb az átlag életkor a technikai eszközöknek. Ez az előjáró is jól tudja, ezért 2 új magasvólmentőt, 2 új fecskendőt, katasztrófa műveleti szolgált kapott egy új gépjárművet. Az igazgató szerint sikertörténet a korábban indított katasztrófavédelmi őrs program is. A Baktaló rendházán és Fehérgyarmaton 2013-ban átadott őrsök az úgynevezett mentő tűzvédelem szempontjából kiemelt jelentőségűek, hiszen tevékenységükkel az addig ellátatlan területeket, úgynevezett fehér foltokat fedik le. Nagyon fontos a katasztrófavédelmi őrsöknek a szerepe a megyében, hiszen a beavatkozások 99%-a egyfecskendős beavatkozás, ami azt jelenti, hogy egy technikai eszköz vonul ki, és az őrsöken ugye egy technikai eszköz van általában, néhány őrsünkön még visszaállító is van, és ez nagyon fontos, hogy a kisebb kiterjedésű tüzeket, műszaki mentéseket, kisebb volumenű műszaki mentéseket az őrseink hajtják végre. Jó szerepelnek, ez egy sikeres projekt, folytatni is kell. A továbbiakban a katasztrófavédelmi őrsöket fogjuk fejleszteni, más településeken is létrehozásra fognak kerülni. A katasztrófavédelmi igazgatóság tervei szerint 2017-ben újabb gépjárműfecskendők érkeznek majd a megyébe, Fehérgyarmaton pedig új tűzoltó laktanya építését kezdik el.